Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebesti Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show! A Klassz FM-en. Vali, jó reggelt kívánunk! Hello, jó reggelt. Vali! Sziasztok, jó reggelt! Ciao, hello! Nagy köd van kint, ide értél időben? Már látom, csak hogy nem volt egy kis csúszás. Nem, ez még csak az asztrál teste, picit előre küldte. Ez még a fantom tested, igen. Nem, aránylag föloszlott, mire én megérkeztem. Jól van. Milyen a reggeled? Minden oké? Okay? Jól vagy? Minden oké. Okay. Jól vagyok. Megittem a zöld turmixomat, megettem a kássámat. Na jó, ez nem. Hát, direkt volt zöld vagy kássát. Régi? Tudatos vagy, igen. Tudatos zöld. Minden megszólalásod végén, csak úgy, mint Gábor, úgy is megkérdezzük majd. Hát ez nekünk így csütörtök 8:30 magasságában, ez már egyfajta kötelezettség, hogy megkérdezzük, hogy mit reggeliztél. Na, két héttel ezelőtt, amikor itt voltál, akkor ugye... Akkor a magadra vittél egy kabátot, ami nem a tiéd, az légy szíves. Szerinted kinek a kabátja jó rám? Hát a Zsüli. Akkor már ugye kibeszéltünk egy nagyon fontos témakört, és most folytatjuk, mert azt ígértük, hogy... A tusfürdőkről fogunk egy kicsit beszélni. Igen. Nagyon sokan használnak tusfürdőt, nagyon sokan szeretik. Nem azt mondjuk, már előre mondom, hogy minden tusfürdő rossz, és minden tusfürdő használhatatlan. Kell válogatni, tudatosnak kell lenni, úgy, ahogy Gábornál is elmondjuk, hogy a kajánál is jó, az ember tud dolgokat. Így a kozmetikai szereknél is azért nem állt egy-két dologgal tisztában lenni. Pasik csajok is használják, ugye? Gondolom már sokan állnak ott szappanra, de hogy ezt palik is nagyon szeretik. Csajok is szeretik, egyszerű, gyors, nagyon kényelmes. Szeretik. Sőt, igazából a 80-as években indult el a reneszánsza, hiszen emlékszünk, amikor a pult alatt a fatusfürdőt, meg a nem tudom én miket csencseltük annak, meg a Kremadász, meg nem tudom milyen márkák voltak, jöttek Ausztriából. És akkor hirtelen mindenkinek idézőjelben mondva büdös lett a szappan, és mindenkinek azonnal tusfürdő kellett, ugye a nyugat métele beérkezett a 80-as évek elején a fürdőszobánkba. Hát meg ezen tusfürdőket ugye általában félmeztelen nőkkel valahol, igen, a Karib-szigeten zuhanyozva adták el olyan szemtelen módon, hogy ha nem volt akartál, ha férfi vagy is ezzel akartál zuhanyozni, mert azt vizionáltad, hogy hát ha megjelenik. Én mindig becskott szemben tusoltam, és magam elé képzeltem, hogy fut felém az a lány egy szám fürdőruha. Látom, nagyon emlékszel arra a reklámra. Hát az beégett a retinámba. A két betűsnél csak ilyen reklámok voltak. Igen, igen, és állt az ember az zuhany alatt, és soha nem jött be senki, csak így van. Nagymamám, drága anyám is azt mondta, hogy na, gyere már ki az zuhany alól, már 10 perc ez bajzol. Hagytam a fogam már. Ezt soha nem mondtam. Nagyon diszkrét volt, ezt mindig elintézte állószobájában. Na, nagy a baj tusfürdő fronton, kérdezem én. Nagy. 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 Márhogy vannak olyan termékcsaládok, ahol nagy, igen, fogalmazzunk így. Igen, vannak olyan termékcsaládok. Ez azért nagyon érzékeny, mert hogy nyálkahártyával találkozhat, ezért kéne nagyon óvatosnak lenni? Vagy miért veszélyes? Hogy miért lehet veszélyes? Konkrétan, hát fejbőr, konkrétan lágyabb részek. Konkrétan velünk találkozik, tehát konkrétan a bőrünkkel. És sokan nem tudják a tusfürdőkről, hogy ez egy ilyen kényszerszülte megoldás lett, ezek a tusfürdők. Ugyanis a háború után annyira visszaesett a mezőgazdaság, mert ugye mindenki katona volt, és nem dolgoztak kint a férfiak a földeken, hogy nem volt megfelelő növényi olajtermelés, meg állati olajtermelés sem. És gyorsan ki kellett valamit találni, hogy hogyan tisztálkodjunk, viszont ami dögivel volt, ugye beérkezett a háború után töménytelen mennyiségű kőolaj, és tulajdonképpen hirtelen találták ki ezt a tusfürdő történetet, hogy nagyon-nagyon sok vízzel, bődületes mennyiségű habképzőanyag hozzáadásával, némi színezékkel meg illatanyaggal csináltak egy ilyen habzó valamit, amire mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy jó a bőrnek. Mert a bőrön található egy úgynevezett bőrfelszíni emúzió. Ez a bőrfelszíni emúzió kívülről pontosan ugyanolyan védelmet nyújt, mint a bélflóránk az emésztőrendszerbe. Ugyanúgy, mint a bélflóránknak is megvan a baktérium közege, ami gyakorlatilag az immunrendszerünknek a 60-70%-a, a bőrünknek is ugyanúgy megvan ez a baktérium közege. És sajnos ezekkel az agresszív habképzőkkel, amik igen erőteljes zsíroldók, tehát ezek ipari zsíroldók, maradjunk annyiban, ezekkel lemossuk ezt a réteget, kvázi teljesen megszüntetjük a bőrimmun védelmünket a külvilággal szemben. Tehát sokkal fogékonyabbak leszünk, bármilyen felülfertőzésre átjárhatóvá tesszük a bőrt, sokkal könnyebben felszívódnak méreganyagok rajta, és bizony a bőrnek legalább negyed óra, 20 perc kell, mire visszatermeli ezt a bőrfelszíni
zsírt, amiben még nincsenek benne a baktériumok. Tehát annak újra kell tenyésznie a, ennek a jótékony baktérium közegnek. Azért a háború utáni időkhöz képest ez biztos volt egy evolúciója ezeknek a termékeknek is. Tehát, hogy azóta biztos, hogy sokat fejlődött ez a dolog, mint ahogy mit tudom én, annak idején a háború hozta létre mondjuk a margarinokat is, és igen, ahhoz képest mondjuk az akkori margarin, meg a mostani margarin között azért fényévnyi különbségek vannak, nem? Igen, fényévnyi különbségek vannak. Valóban, akkor, amikor létrehozták ezt a háború után ezt a tisztító folyadékot, akkor nem megyünk messze a valóságtól, ha azt mondom, hogy ugyanazzal a folyadékkal tudtak mosogatni, hajat mosni, meg fürödni, meg mosni is. Ami a szomorú, hogy gyakorlatilag ma sincs sokkal nagy különbség egy mosószer, egy sampon, egy tusfürdő, meg egy mosogatószer között. Maximum annyi, hogy amit a bőrünkre használunk, abba tesznek növényi hatóanyagokat is. De egyébként maga az alap, maga a tenzid alap, ez a habos tisztító folyadék, ez teljesen ugyanaz. Tehát semmi különbség nincs. Na most a kozmetikusként nyilván tanulmányoztad azt, hogy ezt is valahogy virtuálissá kell tenni. Tehát én sose értem, hogy miért van szükség például a habra, majd egyenként kielemzünk egy-két összetevőt, tehát aki most otthon van, nyugodtan menjen be a fürdőszobájába, és olvassa végig a hatóanyagokat, az összetevőket, fogunk egy-kettőről konkrétan beszélni. De hogy kell, hogy ugyanúgy, ahogy az ételnél én kapjuk egy virtuális örömérzetet, mondjuk egy eperjoghurtnál, amiben aztán minden van, csak eper nincs, ugye a zuhanyzásnál vannak olyan összetevők, amik adnak nekem egy tisztaság érzetet, például a habképződést, amire egyébként semmi szükség nem lenne, csak az ember szereti, hogy habzik, tisztábbnak érzi magát, semmi jelentősége nincs, azon kívül, hogy ez is egy plusz adalék, és ad egy virtuális tisztasági érzetet. Ilyeneket is tesznek be, nem? Igen, leginkább szerintem a reklámok hitették el az emberekkel, hogy a hab az a tisztaságnak a jelképe. Talán ez onnan eredhet, hogy ugye annak idején, amikor mángorolták az asszonyok a szappanfűvel, ugye a mosódiót, meg gesztenyét is használtak hozzá, ez képzett valamelyest habot. De ha összehasonlítjuk azt az érzetet, amit, hogyha már valaki mondjuk hosszú hetek óta nem ilyen habképző anyaggal elkészített tisztító, vagy tisztálkodószerrel mosakszik, meg hogy milyen volt előtte, és mondjuk újra visszatér egy jó hónapos valódi jó minőségű tisztálkodószer után egy kvázi hagyományos összetételű tusfürdőre, akkor érezni fogja, hogy ez a tisztaságérzet az nem tisztaságérzet, hanem egy húzódó száraz érzés. Hát tényleg így van. Ez olyan érdekes, hogy amikor én leálltam ezekkel elég régóta, én a szappanban hiszek, akkor baromi fura volt, hogy nem hamzik, és nem érezted magad tisztán. A kellett erőltetni, hogy megszokd. És amikor aztán valahol vagy nincs nálad a szappan, tök jó minőségű, mint a házi készítésű szappan, ami ebben a forrán nem luxus, mert ezeket egyszerűen szerintem kell használni, valahol tusfürdővel fürdesz, akkor tényleg, ha hosszú ideig fürdöttél szappannal, akkor érzed, hogy kijössz kicsit, ha nem jó tusfürdő, mert vannak természetesen jó minőségűek a gyártóktól, akkor kicsit viszkedsz, húzódik a bőröd, száraznak érzed, és teljesen ez egy jó más. Dolog, mert erre el lehet adni már is a testápolót. És erre ott van lehet a testápoló. Igen. Mondjuk azért azt tegyük hozzá, hogy ahogy most Balázs is említette, tehát nem minden tusfürdőre igaz ez. Hogy nem? Azért olyan natúr tusfürdők is, amik megfelelnek azoknak a kitételeknek, vagy itinereknek, amikről te is beszélsz. Inkább azt mondom, hogy a nagy általánosságú kereskedelmi forgalomba kapható, agyon reklámozott, kvázi megszokott tusfürdőink, azok ilyenek. Mert azok, amelyek jók, azoktól nem harsog a média sehol. Tehát azokat nekünk magunknak tudatosan kell megtalálni és megkeresni. Azt tudjuk egyébként, hogy konkrétan mi az az anyag, vagy mik azok az anyagok, amik okozzák ezt a fajta habosodást? Igen, már vártam ezt a kérdést. Abszolút, én azért mondom, hogy nyugodtan mindenki menjen be a fürdőszobájába, fogjon meg egy tusfürdőt, és olvasgassa el, hogy mit talál rajta. Mondunk egy-két konkrétumot, hogy mi a legáltalánosabb összetevő, hogy mi az, ami sok tusfürdőben megtalálható. Az mit okoz? Hogy jött a például a vegyiparból, hol használják máshol. Jó, nézzünk tényleg egy-két konkrétumot. Jó, ami nagyon káros szokott lenni, ezek az úgynevezett habképző tenzidek. Ezeknek a habképző tenzideknek van négy nagyon-nagyon népszerű alkotója, amit érdemes megtanulnunk név szerint, mert a tusfürdőknek a 90%-ában ezek találhatók. Ez a szódium lauril szulfát, vagy más néven SLS, a szódium lauret szulfát, vagy más néven SLES, az ammónium lauril szulfát, ez az ALS, vagy az ammónium lauret szulfát, ez az ALES. Most ami érdekes, hogy ezek közül a leggyakrabban használt, ez az SLS, a szódium lauril szulfát,
amiből hoztam nektek egy nagyon érdekességet, ugyanis ennek a vegyületnek biztonsági adatlapja van. Vegyipari biztonsági adatlapja. Ezt a vegyiparban használják. Igen, ez egy vegyipari, ipari zsíroldó. Atya Isten. És tenzid. Tehát tulajdonképpen akár még a különböző zsíros gépszerkezeteket is ezzel tudják zsírtalanítani. Ennek olyan erős zsírtalanító hatása van. Én ezt nekem valaki elmesett, hogy ha bemész patikába, vagy való kérsz ilyet, akkor rá van írva, hogy kesztyűvel, szemüvegben, nem érintkezhet a bőre. Nyilván ez másfajta oldottsági állapot, mint ami a tusfürdőben van, tehát nem kell félreérteni. És a mennyiség is. De hogy ipari zsíroldó is lehet akár egy tusfürdőben? Pontosan, nem akár, hanem a legtöbben ez van. És nagyon érdekes, hogy a veszélyességi besorolása ennek, ha valaki előkeresi interneten a szódium lauriszulfátnak a biztonsági adatlapját, akkor a legdurvább, a legártalmasabb veszélyességi jelölése van. Ez az XN jelölés. Ami még nagyon érdekes, hogy vannak úgynevezett... Miért kell ezt beletenni? Tehát ha ez ennyire veszélyes, miért van benne? Kis százalékban, hogy oldja az én bőrömön a zsírt, akkor az, tehát hogyha... Balázs, olcsó. Olcsó? Viszonyatosan olcsó. Uh-huh. Nem kell belőle sok a tusfürdőben, mert iszonyatos mennyiségű habot képez. Kvázi egy olyan százalékba rakják bele, ami értelemszerűen hígabb, mint amivel ugye a ipari zsíroldóként használják. Csak van egy olyan rossz tulajdonsága, hogy ez nagyon nehezen, sőt, lehet azt mondani, hogy alig bomlik le. Na most a sok kicsi sokra megy alapom, amikor mondjuk naponta legalább egyszer lezuhanyzunk, többször mosunk kezet, és ugye a kézmosószerekben is ugyanez van, akkor egy idő után ne csodálkozzunk, hogyha teljesen tönkre megy a bőrfelszíni emúziónk ezáltal. Na most nagyon érdekes, itt felolvasnék egy passzust ebből. Azt mondja, hogy az R jelölés lenyelve ártalmas, szem- és bőrizgató hatású, és az elsősegély nyújtásnál ezt írják róla, a sérültet, ha érintkezik a bőre szódium-laurin-szulfáttal, azonnal távolítsa el a veszélyeztetett övezetből, fektesse kényelmes helyzetben, lazítsa meg szoros rugadarabjait, etc. etc. Lenyelés esetén, ha a sérült eszméleténél van, mossa ki a száját bővízzel, és itasson vele sok vizet, hánytassa. Ennek a vegyületnek a belégzése életveszélyes, vigye a sérültet azonnal friss levegőre. Szembejutás esetén azonnal bővízzel öblítse legalább 15 percen keresztül, miközben húzza szét a szemhéjat ujjával, ami érdekes, a samponokban is benne van. Olyan samponokban, amik nem csípnek, kvázi a kisgyerek, ugye nem fogja becsukni a szemét, mert nem jön az reflex, és simán a nyálkahártyáján ott van. És van még egy figyelmeztetés, azt mondja, hogy kezelés, tárolás az minket nem érdekel, itt van előttem az adatlap. A munkavégzés feltételei, aki ezzel az anyaggal dolgozik, azt mondja, hogy kerülje az anyaggal való közvetlen bőrérintkezést, az anyag kiömlését, lenyelését, szembe vagy akár minimális mennyiségbe is a bőrre kerülését. Nyilván ez másfajta százalék, vagy másfajta oldottság, mint ami a tusfürdő. Meg hát viszonylag ritkán nyelnek le az emberek direkt tusfürdőt. Na jó, de hát azért ez másfajta százalék, csak azt nem értem, hogyha van olyan habképző anyag, ami mondjuk nem káros, ilyenek a cukortenzidek, ezek a kókuszcukortenzidek, akkor miért nem azt használják? Tehát miért egy ilyen veszélyest? Az még töményen sem okoz ekkora ártalmakat, a legtöményebb formában sem. Az a helyzet, hogy ez egy szintetikus anyag, tehát ez baromi olcsó előállítani, és én úgy gondolom, hogy amikor egy tusfürdőnek a 80%-a víz, a fennmaradó 11-nehány százalék a habképző anyag, és a legtöbben gyakorlatilag raknak egy kis színezéket, meg illatanyagot, mert attól lesz mutatós, és mondjuk hát azok a gyártók, akik egy növénynévvel akarják eladni a terméküket, azok mutatóba 1-2 százaléknyi növényi hatóanyagot tesznek bele, mint rozmarin, csalán, vagy levendula, vagy olvashatjuk ezt ugye a tusfürdőknek a címkéjén, ami gyakorlatilag olyan minimális százalék, hogy teljesen felesleges belerakni, mert nem fog semmit csinálni az ember bőrével. És még egy nagyon érdekes trükk van, hogy miután ugye rájöttek a gyártók, hogy a szódium lauriszulfát ellen azért már a 2000-es évek elején elindult egy elég nagy hadjárat, tehát már büszkén hirdetik a boltok, hogy SLS-mentes termék, nem baj, mert ALS van benne, úgyhogy mindegy, de rájöttek a gyártók, hogy itt az emberek háborognak, meg hogy száradt tőle nagyon a bőr, és kitalálták ezeket a krém tusfürdőket, ezeket a hidratáló krém tusfürdőket, amit azzal tesznek egy kicsit krémesebbé,
hogy petrolátum származékot, tehát ez kőolaj származék, tehát valamilyen ásványi olajat tesznek bele emulgált állapotba, ezt úgy képzeljük el, mintha margarin lenne. Emulgált állapotba, amitől egy krémesebb érzése van, de gyakorlatilag semmivel, ez egy illúziós bőrérzet, tehát a bőr nem lesz tőle működőképesebb és zsírosabb. Csak ideig óráig az a kőolaj réteg a bőrünkön azt érezteti velünk, hogy nem lettünk olyan szárazak. Na de ha ennyire durva lenne ez, akkor az én bőrömnek, meg már sok ember bőrének darabokra kellett volna esnie. Tehát azért, ha aki ezzel fürdik, mégis egyben van a bőre, talán nem is biztos, hogy annyira száraz, tehát hogy nincsen kézzel fogható jele ugyanakkor, hogy bármilyen változás lenne a Janin, hát agyilag van, de az efféle torzulást nem meg tudjuk. Hát most... Miért mondod ezt? Most a Janit nem fogom levetköztetni, de ez a sok kicsi sokra megy alapon. Ez nem azonnal fog hatni. Hátra hökölnél. Ez nem azonnal fog hatni. Nézzétek meg, hogy gyakorlatilag az elmúlt 30 évben, és ezt most nem csak a tusfürdő számláján írom, mert nagyon sok minden egyéb összetevő áll mögötte, tulajdonképpen manapság minden harmadik ember ekcémás, vagy valamilyen jellegű bőrgyulladásban szenved. Főleg a gyerekek. Nézzük meg azt, hogy nagyon sok ember viszket nem tudja, hogy mitől. Nagyon sok embernek kell töménytelen mennyiségű kozmetikumot használni, hogy komfortos bőrérzete legyen. Tehát nem komfortosabb, nem érezzük magunkat jól a bőrünkbe. Én nem akarok olyan dermesztő dolgot mondani, én olvastam egyszer egy kutatást, megvizsgálták, hogy valamilyen országban a 4-5 éves gyerekeknél miért van annyi szemüveg, és miért annyi a rossz látású gyermek. És rájöttek, hosszasan vizsgálták egyébként fókuszcsoportokkal, megnézték a sima vízben, a szappannal fürdő gyerekeket, megnézték a tusfürdővel fürdő gyerekeket, rájöttek, hogy valamelyik adalékanyag telt róla, és egészen megdöbbentő volt az eredmény, az jött ki, hogy azon csoportnál, azon gyerekeknél, akik tusfürdővel fürdöttek, és az a bizonyos összetevő benne volt, tehát nem mindegyik tusfürdőjen, és nem mindegyik tusfürdő rossz, azért ezt hangsúlyozzuk, kiderült, hogy vagy a szódium laurát, vagy a szódium lauril szulfát, az okoz egy olyan nem látássérülést, hanem egy visszamaradást a látásban, amiért a gyerekek 4-5 évesen rövidlátók lesznek, és szemüveget kell hordani. Míg a másik csoportnál, erre azt hiszem talán egy norvég doki jött rá, akik szappannal vagy sima vízzel fürdenek, ott ugyanez nem volt kimutatható, és egy nagyon hosszú tudományos cikkben írják le, hogy milyen mellékhatásai lehetnek ezen összetevőknek. Ez egy nagyon érdekes cikk volt. Érdekes, és itt van a bizonyíték, három mondat, hogy gyakorlatilag a szódium lauril szulfátról ez a kutatócsoport, aki ezt a kutatást végezte, amiről beszélsz, a következőt állapította meg, ami ugye a hivatalos hatóanyag elemzésbe is bekerült. A leggyakoribb bőrallergén anyag gyorsan felszívódik, és az agyban, májban, szembe és szívbe kerülve maradandó károsodást okozhat. Mindemellett a szódium lauril szulfát lelassítja a gyógyulási folyamatokat, felnőtteknél szürkehályogot okoz, a gyerekeknél pedig megakadályozza a szem normális fejlődését, tehát a genetikai történetbe szól bele. Értem, de azért a tusfürdőknél kell, hogy ugyanúgy, mint az élelmiszereknél, tehát kell, hogy legyen egy határérték, nem? Tehát értem, hogy az elbetűknél is van, csak itt van az úgynevezett koktélhatás, amiről ugye beszél a Gábor is, hogy oké, hogy megmondják, hogy egy joghurtban mennyi elbetű lehet, de ha te eszel ilyen joghurtot plusz egy konzervet plusz ez, akkor ezek összeadódnak. Van egy koktélhatás, ami nehezen kimutatható, és nehezen juthatunk el oda, hogy a sok elbetű miatt kapott valaki valamilyen, nem tudom, vastagbérákot. Tehát itt is van azért, gondolom, egy határérték a tusfürdőknél, hogy ennél többet senki nem rakhat bele. Tehát gondolom ugyanúgy szabályozzák, és van egy előírás, hogy mennyit lehet beletenni. Van, nem? Tehát azért ez nem úgy, hogy bármennyit belerakok, aztán hadd vakuljon a kedves felhasználó. Gondolom, 2011 óta szigorúbb, amióta ugye ez a Rics életbe lépett, de nézzük meg azt, hogy minek alapján szabják meg a határértéket. Megnézik a higítmányokat, hogy ugye hány százalékos a maga a higítása, hogy hol lesz a határérték, és azt fölkenik különböző tesztalanyokra. És akinél az első irritációt észreveszik, ott valahol ott húzzák meg a határértéket. Csak ez nem így működik. Mert hogy minket nem az érdekel, hogy azonnal kiütést okoz-e valami, hanem ennek van egy hosszú távú használat. Nehezen bizonyítható, hosszú persze. távú hatásvizsgálatot ezekről az anyagokról nem végeznek. Tehát a legutóbb néztem például az OSH-nak a kutatási anyagát, ahol még mindig 100 000 olyan kozmetikumban használatos alapanyag van, amiről semmiféle hosszú távú kutatási vizsgálat nem volt.
Jó, két kérdés van még. Az egyik, hogy vannak ezek az úgynevezett intim mosakodó gélek, nagyon sok termék jó és rossz ebből is. Nagyon sok csaj használja. Igen. Csak két mondatot tudsz erről mondani, hogy itt ez ígér egy bizonyos pH-t, és hát a csajok használják leginkább, fontos, hogy jó, nem jó, illetve mindig az alternatívára vagyok kíváncsi, hogy aki mondjuk szeretné lecserélni, és áldoz rá, és azt mondja, hogy ezt elolvasta, van benne, de valami mást akar, az mondjuk szappan, házi készítésű szappan, milyen irányba menjen, mondjuk holnaptól nem akar mondjuk egy bizonyos tusfürdőt használni. De akkor intim mosogatógé, jó, nem jó, szeretjük, nem szeretjük, az csak én, röviden. Az én véleményemet mondom, Balázs, nincs szükség intim mosakodásra, ugyanis öntisztuló a női hüvely. Azért néha mossuk meg. Kívülről nem azt mondom, persze, hogy nem de kell megmosni. Tessék, most ez egy ajánlat volt a részed? Ez a ne fürdjél le? Vagy fürdjél le? Humorizálom csak, igen. Gyakorlatilag öntisztuló, tehát abszolút öntisztuló, és az, hogy megfelelő pH-jú legyen, ezt a saját teljesabb baktérium közegének köszönheti. Hiszen teljesabb baktériumok vannak ott is, attól lesz olyan a pH-ja, amilyen. És hogyha egy nő minden áldott nap csak úgy, nincs semmi problémája, tehát nincs nőgyógyászati problémája, csak úgy megmossa, akkor gondoljatok bele, hogy minden nap kimossa ugyanúgy ezekkel a zsíroldó habképzőkkel ezt a baktériumflórát, amit állandóan újra kell termelni a szervezetének. És hogyha valaki mégis ragaszkodik hozzá, hogy mossa, mert vagy higiéniai gondjai vannak, vagy van valami nőgyógyászati probléma. Hát lenni, vagy szereti ezt az érzőt. Igen. Azoknak inkább vagy a kecsketej tartalmú kézműves szappanokat javaslom, mert a kecsketejnek a laktóz tartalma a legjobb a laktobaciluszok képződéséhez, illetve nagyon jók a folyékony kézműves szappanok. És ebből kevés van, tehát nagyon kevés. Ne is mondjuk márkát, tehát nem azért kérdezem, csak hogy mindig lehetőséget. Folyékony kézműves szappanokat. Úgy zárni, hogy beszélgetsz, egy szappanból rengeteg van. Adjunk egy lehetőséget. Hogy van akkor még időnk megnézni egy népszerű tusfürdőnek az összetételét? Ha még nem mondtunk olyat, ugye a négy összetevét nagyon sokan kérdezik, közben látom az SMS alatt, hogy mondjuk el még egyszer, gyerekek, tessék visszahallgatni a beszélgetést, megnézni otthon a tusfürdőt, kielemezni, elolvasni. Ha tehetitek, kerüljétek. Így van. Hallgassátok vissza. Nézzük még akkor egy adalék anyagot, ami mondjuk fontos, és a legtöbb tusfürdőben benne van, és akkor zárjuk ezzel. Én most itt gyorsan megnyitom. Egyet, és ebben benn van ez a DMD hidantoin. Nem hangzik túl jól. DMD hidantoin, ami gyakorlatilag 6 éve szeretnék a zöldek betiltatni, ez olyan anyag. És tudjuk, olyan, hogy ez mi ez? Hogy olyan bizonyítékok vannak a kezükbe. És a BHT. Na most a BHT van itt megnyitva előttem hirtelen a kémiai oldalon. Na most ez gyakorlatilag egy olyan szintetikus antioxidáns, aminél élelmiszerekben is korlátozzák a bevitelét már, és már elkezdték betiltani. Na most, amit tudni kell róla, hogy azt mondja, hogy butilhidroxid toluolnak a rövidítése, 1954 óta használják, és tulajdonképpen a szabadgyökök keletkezését szabályozza, de genetikailag a DNS szerkezetébe bele tud piszkálni. És a, ez van tusfürdő, vagy ezt rakják tusfürdő? És a bizonyos kutatások szerint egyes rákfajták kialakulását elősegíti. Számos országban már betiltották, Japánban már például 1958-ban betiltották, Románia, Svédországban, Ausztráliában már nem használható. Na, a gyerekek, ma fél ország nem zuhanyzik. Egy nagyon népszerű tusfürdő. Na, holnap mindenki büdös lesz. Közbalit. Jó, én mindig azt mondom, tessék elolvasni, tessék utána nézni, aztán mindenki dönt. Nem árt tudni. Beszélünk még fokrémekről, vagy a szódium laurát, vagy a szódium laurát szulfátot, egyébként olvastam fokrém összetevőkben, hát, is érdekes. Ami habzik, abban mindben benne vannak ezek a habzóanyagok. Hogy azért az, hogy kerül a gyereknek, meg kell a fogkefejét. És ha a szájba veszük, az azért az még gázabb, mint a bőre kerül, mert ugye a szájnyálka hártyáról azonnal a véráramba. Jó, ez egy külön téma lesz majd a fokrémek, hogy ott mit lehet. Jó, Vali, biztos vagyok benne, hogy téged előbb tesznek el lábalól, mint a Gábor, de egyébként... Igen, ez... igen, mert a Gábor állandó mozgásban van. Ide megy előadást tartani, oda megy, sokkal nehezebben. Nehezebben találják meg téged, szerintem egy kicsit könnyebben. Jó, senkire nem akarik a frászt hozni, drága hallgatók. Csak nézzétek meg, olvassátok el, aztán döntsön mindenki saját beállítása szerint. Mit reggeliztél, Vali? Zöld turmixot reggeliztem. Na azért, kicsit hozzuk vissza. Na, ez a zöld a hívó szó, azt már észre. Igen, én nagyon szeretem. Valami gyümölcsben mindig valami zöld levelet teszek. Most káposztalevél volt, kínai kellevél volt benne egyébként, és alma alapon. És ezért szeretem, hogy ez közös bennetek a Gáborral. Tehát véletlenül egy gyrosz, vagy egy hotdog, vagy egy buci hambia a gógó hambiba a sarkon, tudod? Tehát ezért ezt így szeretem. Nagyon jó. És kaszinó tojás. Na!
Egészen ember közeli. Hát ilyen csütörtökön így 3-4-9 tájékában nem hallunk, hogy kaszinó tojás. Ennyi Vajnának is ez a kedvenc. De házi kaszinó tojás. Sehol egy hajdinakása, sehol egy kis amarántlisztes erőkoktél. Csak az a helyzet, hogy amikor ide jövök hozzátok, akkor nagyon-nagyon korán kelek, és nincsen időm reggel pepecselni vele, tehát valami olyat veszek ki a hűtőből, ami már készen, valamit előző nap el tudok készíteni. És megmondom őszintén, hogy én a kását frissen szeretem, amikor frissen készül. Egy jó friss kása. Egy kis friss kása. Vali, puszilunk, folytatjuk, borzoljuk a kedélyeket, jó? Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, puszilunk. Ciao. Magyar Hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show a Klassz FM-en.